kiválasztotta Magyarország összes pontjára a legalkalmasabb versenyzőket, de csak egy ember vihet el a fődíjat. Készen álltok? Igen. Akkor foglaljátok el a megyéteket. Miközben mindenki szalad a saját megyéje felé, ismerjük meg jobban őket. Mester Pál vagyok, és Békés megyét képviselem. Ismert lettél beválogatva? Mert humoros vagyok. Mert tévék Magyarország legjobb sort játékosa. Gabezon azt írta nekem, hogy vicces volt a reakció. Profi Bed Wars player vagyok. Mert nagyon profi vagyok a Minecraftba. Erre mit kéne válaszolnom? Profi gym bro vagyok. Hogyha futni kell, vagy verekedni, akkor az biztos, hogy jó. Az első nap kis barátságos kívások lesznek, viszont a második nap kegyetlen pszichológiai játékokon kell túljutniuk. Üdvözöllek titeket a játékban. Valaki feláldozza magát, vagy mindketten meghaltok. Tényleg könnyezett. Oké, mert felrobban a gép, meghalt. Kinyomja meg először a gombot. De kezdjük az első naptól. Egyelőre mindenki megy elég üres, így az első feladatok az lesz a versenyzőknek, hogy 15 perc alatt megépítsék a lehető legszebb megyeszékhelyet. Óra indul, most. Nem is tudom, mit építsek. Nem kaptam meg még a kraftigyedemet. Bro, nem tudom, hogy egy egész várost kell-e, vagy nem. Hogy építsek város, srácok? Itt mi épül sárkánycsúszó, ez mi? Hát a Tiósgyűri bár Miskolcon. Aha, és kész tudsz lenni vele 10 perc alatt? Siess, mert le fog telni az időd. Jó, nézzük meg Békés megyét, Mester Pál, mit építesz ide? Templomot építek. Csak mondom, hogy nagy elvárásaim vannak feléd, mert Békés megyét én is képviselem, szóval jó, hogy Békés megye nem esett ki, úgyhogy bízok benne. Szóval a tívjárd, ez egy vár lesz. Ja, de ez csak az egyik része lesz a soknak. Oké, hajrá, hajrá. De hogy látom, vannak tornyok, és itt ez egy elég nagy ház lesz, zsombotok, haló. Ezt meg tudod csinálni 10 perc alatt? Kiszámoltam, 5 perc alatt végzek, utána meg... Jó, építs közben, miközben beszélsz, nem lesz idő, gyerünk. Aha, és itt Győrnél, Kovix, te nagyon rávész a Győr a vizek városa, Győr a vizek városa. És itt közben Pervul is építi a fala. Ja, de elzárad a vizet magadtól. Nézzük meg Budapestet. Ez egy szobor lesz? Magamról, ahogy én vagyok a legjobb PvP. Egyébként az okos ötlet, mert Pestnek itt elég kicsi területe van, és így ebbe a játékban eléggé megszívtad. Aszta, Reb Marci, ez egy vonatot épít, ezt jól látom, vagy ez? Hát ez egy hív. Ahogy ezt tetszik. Csak még... sajnos az a baj, hogy nem sok időnk van erre is. Igen, speedrunolni kell, nagyon gyorsak kell lenni. De hajrá, hajrá. Clancraft admin, haló, építs közben, miközben beszélek, mert telik az idő. Oké. Pie, én bízok benned amúgy. Ez egy ilyen kvarcház lesz? Ahogy az előbbi eventem, miután kiestem, pár másodpercig az a gondolat volt bennem, hogy szétverek minden. Jó, úgy építs, hogy befejezz, vagy valamiket még rak rá, mert... Oké. Okay. Én bízok benned is. A Creeper itt, ez biztos kész az 7 perc alatt? Nem tudom, szerintem itt hatalmas mértékű problémák lesznek. Figyelj, az is működik, hogyha mondjuk kisebb részét építed meg. Még van 7 perced, mondjuk egy tornyot, vagy valamit, csak nézzen ki jól. Érezni lehetett, hogy mindenki nagyon izgul, amit nem is csodálok, mert azért csak 100.000 forint a tét. Viszont már le is telt az idő, úgyhogy a pontozáshoz felhívtam egy meglepetés vendéget. Szia Gaktusz, itt van Magyarország. Szervusz! Az volt a feladatuk, hogy építeniük kellett egy megyeszék. Helyt, és azzal bíználak meg, hogy kiválaszd a három legrosszabb megyeszékhely. Szerintem először menjünk fel ide Magyarország sarkával, nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Nem tudom, ez egy milyen ház. Amúgy nem rossz. Amúgy szerintem is. Szerintem, hogyha tudnánk, hogy ez pontosan mit ábrázol, szerintem amúgy egészen több pontot adnánk rá alapvetően. Nézzük meg ezt a mellette levőt. Na ez... Szegény sárkánycsúszó. Ez fújó. Úgy, ez egy eléggé korrekt ilyen faház, és nekem ez így konkrétan tetszik. Aha, ez valamilyen, nem tudom, ilyen vadászház lehet, vagy valami ilyesmi, vagy lehet, hogy ez is valami történelmi cucc. Oh, hello. Nézzük meg Békés megyét, hát... Ez a Gábor kedvence. Igen, ez a kedvenc megyém, hát nem tudom, az a baj. Hát ez a templom, ez egészen érdekes. De... Vagy ez egy templom akar lenni, feltételezem, de ez tényleg csak az én fantáziám. Igen, elvileg ez a Békés Csabai templom, csak hát, na mindegy. Nézzük meg ezt, hát ez ilyen... Hát a belső nincs megépítve, de egyébként ez valami valóságból épület, nem? Már mint, hogy annyira gyanús a dizájnja. Valószínűleg igen, amúgy, hogyha ismernénk jobban Magyarországot, az sokat segítő. Ja, meg igen, azt elfelejtett mondani, hogy egyébként ezekre csak 15 percük volt. Ja, amúgy ahhoz képest viszont elég jó. Tehát ahhoz képest nagyon alatt... jót építettek. Igen, 15 percet nem mondom, hogy ez rossz lenne, de ez Szolnok, Szolnoknál mi van? Hát, Clancraft admin, ne! Van egy ametiszt kemence, vagy ez nem tudom mi. Ezt néztük már?
már. Ez itt, Ez heves megye, azt hiszem. Amúgy, hát hogyha befejezte volna, nagyon jó lenne, de amúgy tetszik alapból az elrendezése, így az alapjának. Szerintem az egri várat akarta úgy megépíteni, most is. Igen, 100%, csak hát érted, 15 perc alatt kicsit túlvállalás. Hát igen, jó, de baj, merre menjünk tovább? Szerintem itt alul menjünk tovább, mert erre vagyok itt kíváncsi, és ez amúgy 15 perc alatt szerintem egy esküszöm, egy korrektű kinéző épület. Nekem ez tetszik. Egyébként nekem is. Annyit mondtam még nekik, hogy egy ágyat le kell rakniuk várukba, nem mondtam nekik semmi más, úgyhogy gyanakodhatnak dolgokra, azért valaki például ráment a védelemre. Ó, ja igen, hogy mi van, hogyha Bedwars map vagy valami ilyesmi igen, lesz igen, belőle. Igen, de hát ez még nem biztos, de amúgy szerintem ez egy tök valid kis váracska. Mondjuk nézzük meg, hogy itt mi van. Ez egy szizé szabadságszobor. Aha, ez meg a hév amúgy elvileg. Ja, tényleg, hát igen, hév nyilván, mert zöld színű. Amúgy tehát nekem mindkettő tetszik, nekem Pest megye is, meg ugye Budapest is tetszik. Jó, hogy ez kettő külön, ja, azt nem néztem úgy. Igen, mert a külön terület és akkor külön playerek. Szóval aki Budapesten van, annak elég kevés területe volt dolgozni. Ja, ahhoz képest eléggé jó lett, tehát én nem tudom, én szerintem mind a kettővel elégedett vagyok. De nézzük itt feljebb, aha, amúgy ez egy korrekt emlékmű, mert ha megnézed, ilyen többféle kőből lett megépítve, és ilyen szobrok is meg vannak csinálva armor szendekkel. Aha. Ezt itt tökre kihagytuk felül. Ez a békeszigetem, hogy nem tudom amúgy. Nem tudom, de amúgy egy kicsit tetszik. Habár nagyon plain az egész, de igen, ez egy túlvállalás, tehát ekkora szigetet építeni 15 perc alatt. Hát igen. Nem biztos, hogy nem ez a legrosszabb. Ja, van annél rosszabb is. Itt Fejér megyébe, nekem ez tetszik egyébként. Ez egy korrekt vár, tehát ez, sőt, szerintem ez egyik legjobb. Sőt, még rakott bele tévét is a várba ide középre. Még azt nem tudom, minek, de mindegy. Na nézzük itt lentebb, mi? Ez egy gigas edemoi szobor, vagy nem igen, tudom. Ez a molyai, az a kőfej. Ez a ez a legjobb szerintem amúgy. Na ez. Ez egy ilyen, nem tudom, ilyen old school McDonald's, vagy én nem is tudom, mi akar ez lenni. De ez itt, ez valami osztályterem, vagy ez? Én nem tudom. Én még abban sem vagyok biztos, hogy ez a legrosszabb. Amúgy tehát még azért. Még vannak tippjeim, na mindegy, ezt majd a végén eldöntjük. Ez itt egy templom, nincs bejárata viszont. Mondjuk ez nem rossz így idősporolás tekintetében. Igen. És még kettő dolgot is épített. De nézd, hogy elrejtette az ágyát egyébként. Mindenki a templomhoz fog menni, és ide el van rejtve. Amúgy nem rossztak. Szerintem biztos nem ez a legrosszabb, ha bár gyengébbek között van az fix. Igen, na ez itt nem volt idő, az fix. De a belsejét, amúgy ő nagyon ráment a taktikára. Csak elfelejtette a kinézetet, az a baj. Na de ez is amúgy tök taktikus. Igen, és mondhatjuk, hogy ez egy vár, és igazából nem néz ki rosszul. Sőt, szóval... nézd, még rakott Netherite cuccokat is maga. Jó, meg a chesteket is megtöltötte. Nehéz az dönteni. Ez azt hiszem Veszprém talán. Na mindegy. Ez egy ilyen kis minivár. Én azt mondom, hogy ez szerintem korrekt. Győrt mondjuk még nem nézzük meg. Ez is full taktika. Igen, de viszont ez nagyon jó lett. Láttuk mindegyiket, nem? Igen, most szerintem mindegyiket átnéztük. Na ez nehéz lesz. Na én azt mondom, hogy ez a Békés Csabai templom, ez mindenképp közöttük lesz. De ne, én nem akarom, hogy kiessen. Keressük rosszabbat, ahogy nem tudom, hogy lesz. Az a baj. Talán még ez a kvarc épület. Jó, ez szerintem fix, nem? Ennek muszáj megjelennie. Jelöljük meg valahogy, mondjuk így. Igen, még ez a McDonald's, na ez. McDonald's. Jó, akkor a McDonald's-ot kiválasztjuk. Utolsó után, hogy nehéz ezt kiválasztani. Igen, itt az Eger környékén kéne szerintem valamelyiket. Igen, és nagyon filózok az Egri váron és a Békés Csabai templom. De végül is, hogyha azt nézzük, hogy a kettő közül kell választani az Egri vár, vagy a Békés Csabai templom, legalább a Békés Csabai templom kész van. Csak hogy megvédjem a saját megyémet. Jó, igazad van. Ha választjuk az Egri várat, ami amúgy jó lett volna, nagyon. Jó, akkor őt is kiixeljük. Hát sajnálom, de választanunk kellett, és titeket választottunk, akkor számotokra most véget ért ez a verseny. Úgyhogy... tovább nézni, vagy... Nem, de ki tudja, még lehet vissza tudtak térni. Akkor minden jót. Nem menek. Elkaplak. Nem bírom, nem találom el. Gyerünk, Gábor! Ezzel véget is ért az első játék. Három megyével csonkult Magyarország. Ők már biztosan nem nyerhetik meg a 100 000-et. Szerinted van esélyed a győzelemre? Van. Hát nagyon minimális, de remélem, hogy ez a minimális, ez teljesülni fog. Hát nem mondanék sokat. Most jöjjön a következő kihívás.